Köszöntelek benneteket, kedves gyerekek! Kéringer Piroska tanítónéni vagyok, az Óbecsei Petőfi Sándor általános iskolából, és ma az elsősökkel folytatjuk a matematika órákat. Mai tanítási egységünk a tükörkép. Bizonyára már mindenki tudja, hogy ez miről is van szó, de azért nézzük sorjába. Tehát soroljuk fel, minek a tükörképe látható a rajzon. Tehát tükörképet nem csak a tükörből láthatunk, hanem a víz is visszatükrözi a képeket, így a kishajónak a képét, a halacskát, a homokvárat és a műanyag játékokat és a homokozó eszközöket is láthatjuk a rajzon. Na most tükörképet látunk, hogyha belenézünk a tükörbe is, nézzük csak meg, mit látunk, hogyha a kislány fésülködik a tükörbe, tehát ugyanazt látjuk, csak éppen mindent fordítva. Tehát Juli és a Cica tükörben nézik magukat, a tükörben minden ugyanúgy néz ki, csak megfordítva. A vízen való tükrözés hasonlít a tükörképhez, a hattyú a vízen tükröződő képen fednék egymást, ha a képet a piros vonal mentén összehajtanánk. Tehát, hogyha félbehajtanánk a képet, akkor pontosan mindegyik fedné a másikat. Megyünk a következőre, és nézzük a feladatokat. Melyik kislány látja magát a tükörképét a tükörben, karikázzuk be. Tehát három képet látunk, figyeljük meg jól, hogy melyik az, amelyik pontosan a tükörképét mutatja. Tehát nézzük, az első az úgy néz ki, hogy pontosan ugyanaz, a másodiknál a kislánynak a kalapján virág van, ezért különböző, és a harmadik képen az egyik a kislánynak a keze följebb van, itt pedig lent, tehát a megoldásunk az első tükörkép lesz. Ezt be is karikázzuk. Nézzük meg a következő ábrákat, és határozzuk meg, hogy melyek azok az ábrák, amelyeket pontosan két részre tudunk osztani, tehát hogyha áthajtanánk a másik oldalra, egyiket a másikra, akkor pontosan fednék egymást. Tehát ha a lepkét hajtanánk, az helyes megoldás lenne, a villa is az, a szívecskét is pontosan félbe tudnánk hajtani, a tulipánt, a gólyát és a kis autót nem igazán, és a kört, valamint a háromszöget is pontosan félbe tudnánk hajtani úgy, hogy egymást lefedje. Megyünk a következőre, ezt ki is próbálhatjátok odahaza, egy kis tükröt teszünk a piros vonalra, és megnézzük, hogy mi tükröződik vissza. Keressük be meg azokat az ábrákat, amelyek pontosan a tükörképeket, pontos tükörképek láthatóak. Tehát az első papírhajónál pontosan ugyanaz, a másodiknál már hiba van, mert hogy a kis zászlók nem, tehát emelről a feliről kellene, hogy legyen, és a harmadiknál pedig az, hogy a csónaknak az orra egyik magasabban áll, mint a másik. Tehát a helyes megoldás csak az első. A kiskacsáknál pedig nézzük meg, hogy melyik szintén az, amelyik egymás tükörképét mutatja. Tehát a megoldás az első és az utolsó. A középsőnél azért nem, mert a kiskacsának ennek a jobboldalinak a szárnya följebb van, mint a baloldalié. Tehát ez nem a tükörképe. Megyünk a következő feladatra, tegyük a tükröt szintén a piros vonalra, és karikázzuk be azokat a rajzokat, amelyek nem tükörképei egymásnak. Tehát nézzük meg, az elsőnél a vödör az pontosan a tükörképe, a papírhajónál nem a tükörképe, mert hogy a zászló teljesen a másik felén kellene, hogy legyen. A kiskacsák sem nem a tükörképei egymásnak, mert az egyik jobbra megy, a másik balra úszik, és a tulipánok is pontosan tükörképei egymásnak, hogyha kis tükörrel leellenőrizzük. Következő feladatnál a tükröt a piros vonalra helyezzük, és meg kell rajzoljuk azt, amit a tükörben látunk. Tehát az valahogy így nézne ki. Tehát végig rajzoljuk a rajzokat, és akkor pontosan a tükörképet kapjuk. Na most, ha négyzethálós a füzetünk, akkor ez nagyon egyszerű, tehát hamar meg tudjuk oldani a feladatot. Melyik ábrán rajzoltuk meg hibásan a kislány tükörképét, karikázzuk be, tehát nézzük meg a kislányokat, itt mondjuk ugye ennek a kislánynak keze fölfelé áll, tehát ez már biztos hibás, a következőknél pedig ugyanúgy állnak a kislányok, a többi az jó, tehát az a tükörképet mutatja. Na most itt fordítva van, rajzoljuk meg a tükörhelyét. A tükörhelyét hogyan tudjuk megrajzolni? Tehát pontosan az ábrák felénél húzunk egy piros vonalat, az lesz a tükörnek a helye,
és akkor, ha oda tesszük a kis tükröt, le tudjuk ellenőrizni, pontosan a tükörképet látjuk. Tehát mindegyiket pontosan a felénél húzzuk meg a piros vonalat. Következő feladatnál hiányoznak dolgok a rajzról, egészítsük ki egy tükörkép segítségével. Tehát szintén, ha piros vonalra helyezzük a tükröt, akkor megtaláljuk, hogy mi is az, ami hiányzik. Tehát az elsőnél hiányzik a rakétának a szárnya, a helikopternek a farkáról a propeller, kis autónak a kereke, az ágynak pedig a két lába. Megyünk a következőre. Színezzük ki a síkidomokat, testeket úgy, hogy tükrösek legyenek, tehát ami sárga az egyik felén, a másik felén is, a piros vonal másik felén is úgy kell legyen, és a többinél is ugyanígy, tehát amilyen színű az egyik felénél, úgy olyan a másiknál is. Tehát itt lent láthatjuk a megoldását ennek a feladatnak. Megyünk a következő feladatra, jelöljük be azokat a rajzokat, ha egymás tükörképei. Tehát a kis autó nem, ugye, mert az egyik előre megy, a másik hátrafelé. Ez a faféleség, ez ugye tükörképe. A ház szintén nem, mert a kémény, vagyis fordítva áll, ugye a fejtetőst kellene, hogy álljon ezen a képen a házikó. A kerítés az tükörképe, ez a házikó is a tükörképe, a pad is az. A fa pedig nem, mert az egyiknek van törzse, látszik a törzse, a másiknak pedig nem. Megyünk a következő feladatra, szintén ellenőrizzük le tükör segítségével, és húzzuk ki a hibás rajzokat. Tehát a ház az jó, az tükörképe, a hattyú az nem, mert hogy ugye nem pontosan a fordítottját látjuk, a lámpánál szintén nem a fordítottját látjuk, tehát a lámpának fejtetőst kellene állni, az ollónál se a tükörképet látjuk, és a mosolygós fejnél semmi, mert egyik felénél a szem nyitva van, a másiknál hunyva van. Az Annánál pontos, az jó, és az M betű is pontosan megfelelő tükörképet mutat. Megyünk a következő feladatra, tehát ha a tükröt piros vonalra helyezzük, akkor mit látunk? Rajzoljuk be, tehát pontosan ugyanúgy színezünk és rajzolunk, ahogy az egyik oldalon úgy kell, hogy legyen a másikon is, tehát végig színezgetjük a köröket, akkor pontos tükörképet fogunk kapni. És ezt szintén kis tükörrel le tudjuk ellenőrizni. Megyünk a következő feladatra, kösd össze a cica és a kutyus a tükörképével, tehát az első kutyusnak, ugye a legalsó, a második oszlop a legalsó a párja, a másodiknak az, ami távolodik, a harmadiknak ez a párja, és az utolsónak pedig ez a kutyus a párja. Ugyanúgy a cicáknál, tehát az ülő cicának az ülő cica, a távolodó cicának a távolodó, a két lábon állónak a két lábon álló, és a háttal állónak pedig ez a párja. Megyünk a következőre, itt szintén négyzethálós füzetben nagyon könnyen meg tudjuk ezeket a feladatokat rajzolni, tehát ugyanúgy kell, hogy kinézzen a rajz a másik felén, a vonal másik felén is, akkor pontos tükörképet mutat. Így a végére is értünk, tehát ez a három ábra tükörképe. Megyünk a következőre, tehát hogyha veszünk egy fehér írólapot, és a hajtás felől rárajzolunk egy alakzatot, majd levágjuk a fehér részt, akkor milyen alakzatot fogunk kapni, tehát ha széthajtjuk, akkor megkapjuk a másik felét is a rajzoknak, az ábráknak. Következő feladatnál össze kell kötni a pontokat, tehát összekötjük először a pontokat, és akkor láthatjuk, hogy pontosan ugyanazt az alakzatot kapjuk, ha beszínezzük, akkor pedig teljesen identikus az egyik fele a másik felével, de leellenőrizhetjük zsebtükörrel is. Szintén négyzethálós feladat, tehát ha végigrajzoljuk, akkor az a tükörképe lesz látható.
következő feladatnál. Melyik ábrák fogják egymást fedni, ha összehajtjuk a papírt a vonal mentén? Tehát az A pont alatt lévő sárga négyzetek biztosan nem, mert egyik kisebb, mint a másik. A B pontnál lévő lila háromszögek azok sem, mert hogy nem fejtetős áll az alsó háromszög. A C pont alatt fedik majd egymást a zöld négyzetek, D pont alatt is fedik egymást a kék téglalapok, és a piros háromszögek is lefedik egymást, hogyha a vonal mentén félbe hajtanánk a papírunkat. Na nézzük meg Dávidnak a rajzait, a felső sor képeit nézegette a tükörbe, és megpróbálta lerajzolni, amit a tükörbe látott. Nézzük meg, hogy melyik rajzoknál tévedett, színezzük ki azokat, tehát tévedett a házikónál, mert hogy a kémény és az ablak ugye a másik felére kellett volna kerüljön, és tévedett a zászlóknál, ami az alsó zászló fejtetőst kellene, hogy álljon. Következő feladat, a házi feladat, színezd ki a páva másik felét kis tükör segítségével. Mai matematika órára ennyi volt, köszöntelek benneteket, és találkozunk legközelebb.